Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt egy Create a Sim videó, ugyanis az egyik speedbuild felvetettem az ötletet, hogy mi lenne, ha készítenék egy kez sorozatot arról, ahogy átalakítom az alapháztartásokat a Sims 4-ben. Alapháztartások azok a háztartások, amik alapvetően be vannak költöztetve a városokba, amikor elkezdetek játszani. Tehát nem csak úgy léteznek, mint szimek a galériában, vagy akárhol, hanem van házuk, van történetük a játékban, és ugye minden kiegészítővel egyre szaporodnak. Ezt csak így megjegyeztem, hogy hát ha valaki nem tudja, hogy mi az, hogy alapháztartás. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett erre az ötletre, úgyhogy úgy döntöttem, megvalósítom, és első családnak a golf családot választottam, ugyanis ők a legtradicionálisabb család a franchise-ban. Benne voltak az 1-es, 2-es, 3-as és 4-edik szériában is a Sims-ből, és nagyon sok misztérium övezi az ő történetüket, ezért is választottam elsősorban őket. Nem vagyok nagyon otthon a szím családok történetében, lehet, hogy ennél sokkal jobban utána kéne néznem a továbbiakban, hogyha szeretnék ilyen sorozatot készíteni, de vannak egész YouTube csatornánk, akik az ő történetükre húzzák fel a tartalmukat, tehát, hogy mi történt Bellával mert valahol a négy rész között, ugye a franchise négy szériája között ő eltűnt, meg megkerült, meg összevisszugráltak az időbe az egyes részek, tehát például a Sims 3 előbb volt történetileg, mint a Sims 2. Szóval vannak ilyen YouTube csatornák, akik ezzel foglalkoznak, viszont én hiába játszom nagyon régóta a sims tehát már a <coughs> berekedek. Na, szóval <laughs> nagyon régóta játszok már a sims mert a Sims 2 óta, de ennek ellenére én soha nem játszottam alapból kész háztartásokkal, ugyanis olyan játékos vagyok, aki szeret szímeket készíteni, szeret építeni és játszani is, úgyhogy én mindig saját szímeket készítettem saját történettel és saját házakat nekik. Nagyon néha beköltöztettem őket alapházakba, amiket felújítottam, de soha nem az elkészített háztartásokat rúgtam ki a saját házukból, szóval mindig üres házakat választottam, ezért nem igazán vagyok tisztában ezekkel a családokkal, de talán érdekes lenne utána nézni a későbbiekben. Majd linkelek be videókat, hogyha eszembe jut, és hogyha találok most így hirtelen arról, hogy kik feszegetik a Bella eltűnés történetet a YouTube csatornájukon, majd kiderül. Azt kell tudni még erről a családról, hogy ők nagyon-nagyon vagyonosak. Ők alapították talán Willow creek -et. Azt hiszem, az volt benne a sztoriában a városnak, de egyáltalán nem vagyok biztos, mint említettem, a Sims történelem tudásom nem túl alapos, és valószínűleg megbuknék belőle, hogyha ez egy tantárgy lenne. Nem mindegy, szóval ők a város alapítók elvileg Szerintem ők a városalapítók. Még gondolkozok a landgrabe en is, de szerintem nem ők azok. Na mindegy. Szóval ők egy nagyon befolyásos család, és nagyon vagyonosak. A nevükből adódik, tehát hogy a gothból, hogy ők kicsit gótok, és nagyon szeretik a sötét bútorokat, ruhákat. Sötét a hajuk is, meg minden. Sötét a hátterük. Nagyon azt nem tudom, mennyire sötét. És a Create a én próbáltam ehhez tartani magamat, tehát például a legtöbbjüknek piros és fekete ruhái vannak, főképpen Bellának és Mortimernek, ugye ők a két szülő, ők csak feketét és vöröset viselnek, semmi mást, és a gyerekek közül Cassandra, a lány, az idősebb, egy tinécer, ő lett elég gót stílusú, tehát ő, ő nagyon én kis sötét, és nagyon, nagyon ilyen kis egyedi, Stílusára rendelkezik. A kisfiúk, Alexander, ő még. ő még gyerek, szóval az ő, ő ízlése, nem tudok beszélni, bocsánat, szóval az ő ízlése még nincsen annyira kifejlődve, mint a nővérei, és igazából rajtatok múlik, hogyha játszotok velük, hogy milyen irányba terelgetitek őt, rajtatok múlik tényleg. Ez a család elérhető lesz majd a galériában. A galériához az adataim megtalálhatók a leírásban, úgyhogy ne a kommentekben keressetek választ rá, mert egyszerűbb fél másodperc alatt megnézni az első dolog, ami fel van sorolva a leírásba. Az a galéria nevem, ott találjátok majd meg őket. Igyekszem hamar feltölteni őket azután, hogy elérhetővé vált ez a videó, de hogyha nem leszek gép mellett, akkor lehet, hogy akár egy hetet is várnotok kell rá de ne aggódjatok, idővel fent lesznek. Azért hónapokat nem kell várni rá. <laughs> ne aggódjatok. És ennél a Create a nem igazán mertem nagyon merész lenni, úgyhogy tényleg nem nagyon tértem el a stílusuktól. Egyedül Bella kapott egy pár skinny jeans mert úgy gondoltam, hogy élik az alakjához. Ugye ők egy kicsit régiesebben öltöznek nagyon ilyen befolyásosan, és próbáltam Bellának megtartani ezeket a ruhákat azért. Tehát a hétköznapi ruháinál is vannak ilyen úri hölgyesebb verziók is, nem csak a farmeres. Ja, igyekeztem. Közben már itt vagyunk Mortimernél, és bár nem csak a bajuszát tartottuk meg, azért nem akartam teljesen leborotválni szegényt. Mert, mint hogy nem tartottuk meg a bajuszt, de nem akartam leborotválni, úgy egy kicsit nagyobb arcszerzetet kapott, mint eredetileg volt, és úgy gondolom, hogy Meren nem változtattam sok mindent. Szerintem ő alapvetően elég jól nézett ki, mint szim a játékban, úgyhogy nem, nem szorult túl nagy átalakításra. Bele is nagyon-nagyon jól nézett ki eredendően, csak nagyon fényesek voltak a ruhái, amit nem annyira preferálok és a legnagyobb problémám az volt a Creative színben, Bellával, hogy hatalmasak voltak a mellei, és minden ruha olyan torznak nézett ki rajta, de azért megoldottam szerintem egész jól lett, próbáltam olyan ruhákat választani, amik, amiket nem befolyásol a mellméret, hogy hogyan el neki, és egyébként nem mertem átalakítani a stílusukat nagyon, mert, mert egy kicsit feltem, hogy, hogy ti milyen elvárással vagytok az adott sorozattal szemben, tehát hogy csak éppen egy kicsit turbozzam fel őket, hogy ne legyenek nagyon furák, és adjak nekik meleg és hideg öltözetet, mert ugye eredendően ez volt az ötlet, hogy mivel a Seasons Expansion Pack előtt jelent meg ugye nyilván az alapjáték, meg az összes többi, ami a Seasons előtt jelent meg, például City Living, és az abban található városlakóknak nincsen meleg és hideg öltözete, ezért a játék randomizálta nekik, és nagyon-nagyon hülyének néznek ki, és ezt szerettem volna kiavítani ezzel a sorozattal, hogy adok nekik rendes téli öltözetet, meg nyári öltözetet, és akkor nem fognak ennyire hülyén kinézni, de én úgy gondolom, hogy egyéb területeken is át lehetne őket alakítani, rást, ha és mink, stílus, stb. stb. De itt még azért a stílust meghagytam olyanra, amilyen eredetileg volt nagyjából. Talán Bellet meg cassandra alakítottam át a legjobban. És amit még szeretnék elmondani, vagy így felhívni rá a figyelmet, hogy nagyon sok olyan öltözetet választottam, amiben sok a fekete, és krét a színben, ezek tök jól néztek ki. Mert úgy nagyjából egyforma feketék voltak. Aztán beléptem élő módba, hogy csináljak róluk screenshotokat, amiket látni fogtok a videó végén, és rájöttem, hogy ezek a feketék tökre nem formánk és némelyik egy kicsit kékes, némelyik egy kicsit szürkés, és, és hát élőmódban nem nézett ki olyan jól. Ez az egész, mint amilyen jól nézett ki Create a színben. Látjátok közben Cassandra, tehát ahogy kisminkelem, ő elég gót lett, de nekem nagyon tetszik, imádom a stílusát, ő egy elég egyedi és egy kicsit megnőtt a haja azóta, hogy utoljára láthattuk őt a játékban. Uh, valamit még akartam mondani, ilyen, hogy az arca, az arca miatt, mert egy kicsit lent szélesebb az arca, tehát szélesebb a feje lent, mint fönt, ezért nagyon nehéz volt neki hajakat választani, mert tényleg nagyon fura arca volt, tehát úgy nézett ki ez a gyerek, Tini, mintha előbb választottak volna neki hajat, mint arcot, és akkor ahhoz az adott hajhoz, kialakították a fejet, ami jól nézett ki, de a többi hajhoz meg nem állt jól ez a fej, úgyhogy, úgyhogy fura volt őt elkészíteni nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy végül milyen haja legyen, aztán megtartottuk az eredeti stílust, a coffot, hogy azért felismerhető legyen, de a ruháival azért sokat kísérleteztem. Ezt majd látni fogjátok, nagyon tetszenek a ruhái. Természetesen nem használtam custom contentet ebben a videóban, ahogy egyáltalán soha semmilyen videómban nem használok custom contentet. Uh, úgyhogy mindenki le tudja tölteni, viszont kiegészítőket használtam. Hogy milyen kiegészítőket azt nem tudom, viszont a galériában, mielőtt letöltenétek, ezt tudjátok ellenőrizni, mert kiírja a galéria, hogy uh, milyen kiegészítőket használtam. Illetve, hogyha rákattintatok az egyes kiegészítőkre, rákattintatok egy olyan kiegészítőre, aminek nektek nincsen meg, akkor még pontosan azokat a darabokat is megmutatja a galéria, ami ezzel érkezett, és eldönthetitek, hogy ez egy nagyon fontos része az outfitnek, vagy éppen ha ház, akkor a háznak, vagy simán megéri letölteni úgy is, hogy az az egy darab nincsen benne, és találtok valami helyettesítést hozzá. Kasszandránál is azért inkább a piros-fekete volt az uralkodó szín, sőt, neki is csak ilyen ruhái vannak, de inkább feketék, meg szürkék. És majd meglátjátok mindjárt az ünnepi öltözeténél, hogy ilyen nagyon kis habos-babos ruhát kapott, de szürke és fekete, amivel így a befolyásosságukat akartam hangsúlyozni, tehát hogyha a családdal meg kell jelenni valahol valami fontos eseményen, akkor csak nem öltözhet gótnak szegény, úgyhogy ráadták ezt a, ezt a kis habos-babos ruhát, hogy, hogy bele ilyen a családi képbe, mindjárt látni fogjátok, jó sok mindent átpörgettem, hogy választhassak, és arra jöttem rá, így kriéteszim a közben, hogy az alapjáték elemei még mennyivel kidolgozatlanabbak voltak, mennyivel kis kezdetlegesebbek voltak, mint a mostani kiegészítők elemei, illetve sokkal rajzfilmesebbek. A mostani kiegészítőkhöz tartozó ruhák, bútorok, hajak sokkal-sokkal uh, Nem azt mondom, hogy ú, uh, szinte fotó minőségűen valósághűek, na, csak sikerült összeszednem ezt a mondatot, mert nem nyilvánvalóan a Sims nények ilyen kicsit meseszerű a grafikai stílusa, ami nekem nagyon tetszik, de ahhoz képest, amilyen volt sokkal-sokkal valósághűbb, és nekem ez az ideális öm, stílus így grafikailag, mert például a Sims 3-at azért nem szerettem, mert szerintem csúnya volt, minden ember fényes volt, minden ruha csúnya volt, a bútorok meg nagyon nem voltak fényesek, és, és olyan, próbált valósághű lenni nagyon, és nekem egy játékban az nem feltétlenül pozitívum, mert mint egy ilyen játékban. Szóval én sokkal jobban szeretem a Sims 4 grafikáját, de természetesen mindenkinek saját véleménye van róla. Sokan nagyon szerették a Sims 3-asat, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy az egész egy szemét, vagy ilyesmi, mert én is nagyon szerettem egy darabig a Sims 3-at, mikor még csak az volt kint, de de nekem a Sims 4 jobban tetszik. Lehet, hogy egyedül vagyok a véleményemmel. Ezt már sokszor elmeséltem egyébként, hogy én így vagyok ezzel a játékkal. És szerintem így is maradok. <laughs> és nem tudom, hogy erről most miért beszélek nektek ennyit. Amikor már közeledünk lassan Alexanderhez, nos, őt nem tartott túl sokáig elkészíteni, nem vagyok túl jó a gyerekek elkészítésében, szóval, ja, gyorsan átszaladtunk szegényen. Egy kicsit úgy érzem, hogy elhanyagoltam őt. A másik dolog, ami még felvetőd bennem, hogy lehet, hogy emellett a sorozat mellett csinálok egy olyan sorozatot, ahol ugye ezzel párhuzamosan felújítom az ő házaikat is, ha már egyszer a ruhatáruk új, de ezt nem tudom megígérni teljesen, mert lehet, hogy nem lesz mindig időm. A magát, ezt a sorozatot sem úgy vezettem be, hogy akkor most minden héten lesz egy ilyen sorozat, csak néha-néha, hogyha már régen volt utoljára Create -a vagy régen volt utoljára valami olyan videó, ami nem sorozat, akkor készítek egy ilyet, illetve egy házfelújítást, vagy valami, mert hogyha sok speedbuild van, akkor nem feltétlenül nyomorgatok bele még egy házfelújítást is. Majd ez kiderül, de írjátok le a véleményeteket ezzel kapcsolatban. Tudjátok, hogy nem munkám a YouTube, tehát, hogy mellette nem... Tehát, hogy van, hogy nagyon sok dolgom van e helyett, emellett, és ezért nem mindig tudok házakat felújítani például. Úgyhogy ö, azt nem tudom garantálni, hogy igenis menetrendszerűen mindig lesz egy ilyen videó, és akkor utána lesz egy felújítós videó, de igyekszem. Szerintem jó ötlet lenne, úgyhogy, ö, úgyhogy írjátok meg a véleményeteket kommentben, illetve a továbbiakban szavazással fogunk dönteni arról, hogy melyik háztartás legyen az, akit ö, legközelebb, hát nem felújítok, de ezt akartam mondani, szóval akit legközelebb átalakítok, mert ö, Azokat fogom csinálni inkább, amikre igény van. Nem akarok mindenben önkényesen dönteni. Nagyon sok mindenben szeretek én dönteni a csatornával kapcsolatban, de ahol nem annyira fontos a saját ö, döntésem, ott rátok szoktam bízni a dolgokat. Úgyhogy nézzétek a közösségi fület, mert ott szoktak lenni a szavazások, a sorozatokkal kapcsolatban is szoktak lenni ö, szavazások. Például, hogy hol lakjunk, milyen évszakkal kezdjünk, bla 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 abban az esetben, hogyha éppen úgy döntöm, úgy döntök, hogy ez nem annyira releváns így a saját ötletemmel szemben, vagy ötletemhez képest, Jézusom, én elfelejtettem magyarul beszélni. Na mindegy, ezt már szerintem megszoktátok, és itt vannak a screenshotok, és itt fog látszani leginkább az, hogy mennyire nem egyformák a feketék, ami szerintem szomorú. Egy kicsit gyorsabban jönnek a képek, mint 5 másodperc, ahogy általában szoktam berakni őket, mert úgy gondolom, hogy így gyorsan is végig tudjátok tekinteni az egyes outfiteket. Imádom belát. egyébként az előző képen látszott nagyon, hogy furák a feketék. <laughs> mert mint a fekete színek, Jézusom, még valaki azt mondja, hogy rasszista vagyok. <laughs> Marci Márnak is nagyon sok piros öltönye van, meg egy kis fekete, mert hogyha bele éppen pirosban van, akkor furán néznének ki együtt pirosban. De erre csak utólag gondoltam, szóval örülök, hogy adtam neki pár fekete öltönyt is, jó sok képet beraktam itt, kivételesen megmutattam nektek a fürdőruhákat is, meg a pizsomákat, meg sportruhákat is, annak ellenére, hogy ezeket általában nem szoktam berakni a Create a videóimban, videóimban, mert úgy gondolom, hogy nem annyira fontosak, vagy nem annyira izgalmasak, tehát annyira full extra sportruházatot nem lehet kitalálni a játékban, én úgy gondolom, hogy megéri a divat bemutatót, illetve hát a pizsomák sem túl izgalmasak, a bikinik meg szintén, szintén nem annyira. Egyébként imádom, hogy nak raktam ilyen naptej csíkokat az orrára meg az arcára. Ugye látjátok, hogy ő nagyon-nagyon fehér bőrű, tehát ő, ő tipikk kót, aki nem megy napra, kicsit szinte akár vámpír is lehetne olyan fehér, és úgy gondoltam, hogy azért a nyári időszakban, amikor fürdőruhára vetközik, akkor oda kell figyelni a bőrére, és ezért hagytam ott azokat a kis naptejcsíkokat, és ez egy ilyen kis aranyos részlet akart lenni, lehet, hogy nem mindenki gondolja úgy, hogyha nektek nem tetszik, hogy ott van a karmány, ha letöltitek őket, akkor ezt levehetitek róla könnyedén sminknek számít egyébként, és elérkeztünk a videó végére, úgyhogy elköszönöm tőletek, remélem tetszett nektek ez a videó, tartsatok velem legközelebb, de addig is legyetek jók, sziasztok!